Lövészárkok ásására készülnek az ukrán katonák Bahmut közelében. Egységeiket szinte folyamatosan lövi az orosz tüzérség, de az Egyesült Államok szerint a Donyecki város elleni ellenséges offenzíva megakadt és kudarcot vallott. Az elmúlt 5 hónapban az orosz hadsereg hatalmas emberveszteségeket szenvedett a térségben, és kiürítette az orosz katonai raktárakat. Az amerikai hírszerzés úgy becsüli, hogy december óta 20 000 orosz halottja van a kelet-ukrajnai városért zajló harcoknak. Az elesettek fele Wagner katona volt, javarészüket börtönökben toborozták, és megfelelő kiképzés és vezetés nélkül dobták be őket a bakhmuti húsdarálóba, mondta a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője. Az orosz hatóságok közben nagy erőkkel keresik annak a pokolgépes robbantásnak az elkövetőit, ami miatt hétfőn kisiklott egy tehervonat 7 kocsija az Ukrajnához közeli Brjanszki régióban. 2 gázolajat szállító tartálykocsi kigyulladt, másik 70-et sikerült kimenteni a tűzből. A robbantásnak nincsenek áldozatai. Az oroszországi Szentpétervárot többen virágokkal emlékeztek meg Tarasz Sevcsenko ukrán író emlékművénél azokról az ukrán áldozatokról, akik a hétvégén orosz rakétacsapásokban vesztették életüket Ukrajnában.